Lakossági fórumot szervezett Hargita fürdőn a telepre vezető megyei út feljavításának ügyében a Hargita megyei tanács vezetősége. A megbeszélésen a helybéli lakosok és vendéglátók javaslatait, ötleteit hallgatták meg, hogy a munkálatok minél szélesebb körű támogatást élvezzenek. Fontos ismertetni a részleteket, mert a lakosságtól jó és építő észrevételek fogalmazódnak meg, amelyek nagyban segítik a megyei tanács apparátusának a munkáját. Vélte Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, aki úgy fogalmazott, egy munkálatot akkor sikerül gyorsan és jól elvégezni, ha azt az érintett lakosok is támogatják. A megye elnök ezt a konzultációt is hasznosnak értékelte. Jó ötleteket hallottunk, amit próbálunk érvényesíteni a téli karbantartás ügyében. Jó ötleteket hallottunk a tekintetben is, hogy a munkálatok végzése során mire ügyeljünk, mire legyünk figyelemmel, és azt gondolom ez a mai konzultáció helyszínen az segíti azt, hogy ez a beruházásunk sikeres legyen. Azt szeretnénk, hogy Hargita fürdő felé feljavítsuk az utat. A Hargita fürdői út felújítása magába foglalja a bekötőutak és a kapubejáratok aszfaltozását, az átereszek kiépítését, cseréjét ott, ahol ez szükséges. A megbeszélésen elhangzott, azt remélik, november elejéig elkészülnek a tervek, így időben kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre.